Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai podcastunkban, április utolsó napján. Előre is elnézést kérek, be vagy gyulladva a szemem, úgyhogy időnként a könnyeimet fel kell Itatni. itatni. Igen, Így van. fel kell itatni. Vagy lehet, hogy örömében sír a Géza, mert hogy végre az MNB az Lajstrom számba vette az Investrium befektetési alapunkat. Azaz teljesen kész van a dolog. Így van, az MNB oldalára teljes mértékben rendben van a történet. Most már maga a számlanyítást, a kereskedési számlanyítás az ami folyamatban van. Ugye kettő opció. Úgy néz ki, hogy egyenlőleg az Erste befektetési ZRT-vel, az Erste brokerrel, akit váltok mutatom, úgy néz ki, hogy először az Erste brokerrel fogunk kezdeni, mert hogy azok azonnal otthon vannak, amúgy meg transferálni kell mindig ugye a fizikai részvényeket haza. Ugye az MNB az teljes mértékben tudja biztosítani hozzá a befektetővédelmi alap 100 000 eurót, úgyhogy igen, mindenki 100 000 euróig biztosítva lesz nálunk. Az egységnek a létrehozása az már következő hétre úgy néz ki, hogy akkor meg is lesz. Szóval el tud kezdődni az alapnak a működése konkrétan. A részletekről mindenki, hogyha bejártok a keresőbe azt, hogy MNB és Investrium, akkor ki fog dobni egy csomó dolgot, például azt is, hogy ugye beregisztrálták, meg lezárták, ugyebár itt a jegyzést, akkor utána itt van a határozat, ugye hogy megvan a függőnökként kihatározat, akkor minden olyan info, amire szükség van, azt megtaláljátok, keressetek rá. Mi majd szépen létrehozzuk, ugyebár már szedjük össze fel, hogy akkor a weboldal is, meg minden promónja, minden rendben legyen. Jó, apropó alap, érzi meg a fundamentumokat, alakul a történet Európában is. Most, hogyha rászülök a kalendára, akkor láthatjátok azt, hogy nézem meg az összes filtert, minden be van kapcsolva. A tegnapi nap jött ki német CPI, meg Spanish. A CPI mind a kettő egy kicsit kisebb lett, mint a várakozás, és a mai nap kedden pedig kijött az eurós adat, ahol növekedtek a consumer spendings-ek Franciaországban, szóval a fogyasztók azok többet kezdtek el költekezni, növekedtek az importárak Németországban 0,4%-ban, a retail sales tudott növekedni 1,8%-kal a múlt hónapban, ugye ez a múlt havi adat, szóval márciustól beszélünk, végre van egy szép kiugrásunk fölfelé, szóval elkezdett kicsit pörögni a gazdaság. Kaptunk európai CPI-t is, megvan a sima EU-s, amit látjátok már kijött. Szóval Európában most a core CPI az 2,7% lett. Na most ez megint csalóka, mert ugye a 2,9-ről ugye leesett 2,7-re, de a 2,6 helyett egy kicsit több lett, illetve maga az estimate az pedig 2,4 helyett 2,4 maradt konkrétan, szóval nem történt nagyobb változás, és megmaradtunk itt ennél a majdnem 2,5%-nál. A core CPI-ban viszont nagyon szépen látszik az, hogy milyen szépen, töretlenül haladunk, stabilizálódunk vissza. Ugye ez azt jelenti közben, hogy azok az árak, amire ezek ráépültek, ezek a százalékok, azok úgy szintén növekednek, csak már nem olyan ütemben, hanem most már csak 2,7%-ban. A core CPI, vagy mag infláció, ez konkrétan nem tartalmazza az élelmiszereket, az energiát, az alkoholt és a ciginek az árváltozását. Szóval magára a tartós termékekre vonatkozik, és ebben benne van az összes szolgáltatás meg termék közötte itt a autóvásárlások is hozzátartók. Igen, pontosan. Hát minden, ami nem romlik meg. Na most ennek köszönhetően, amikor kijött ez a CPI adat, akkor a DAX az dobott egy hátast, itt most volt vele egy trédünk, és le tudott jönni hirtelen a 18 000 szinthez, ott elkezdett fordulni
ott belenyúltunk egy longra, mielőtt szépen most úgy néz ki, hogy akkor vissza kiszedik, kifolyó szedni nullában, meglátjuk, mi lesz vele. Én nem tudom, látsz-e valamit H1-es idősíkon, hogy akkor mi az, ami várható tőle, vagy M15-től, nem tudom, mi az, ami szimpatikus neked. Tulajdonképpen itt az eléggé rendesen kialakuló trendnek látszik. Ugye onnan indult, gyakorlatilag itt, tehát ez már inkább a 61-8-as megálló, hogy úgy veszük. Tehát, hogyha ide tenne az ember egy várakozó Egy megbízást, self-stopot, szóval még tudna még jönni egy lefele. self-stopot, igen, akkor az le tudna jönni. Kérlek szépen, ezt olvasd le, ezt még szemüveggel sem látom. Az 17.958 Igen. hoz. Oda még le tud Igen. jönni. Hát az a cél, az lenne a célárunk, de az le kéne neki törni ezt, ugye? Mert tótörvény szerint ugye csökkenni kell a mélypontoknak is. Így van. Tehát a sort akkor marad érvényben, hogyha az a mélypont eresik lefelé. Így van. Így van, így van, így van. Úgyhogy ennek az adatnak, hogy pörög a gazdaság, ugye ez arra indukálja őket, hogy hát lehet, hogy még tartani fogják a magasabb alapkamatot, és akkor dobott egy kisebb hátast a DAX. De láttunk azért nagyon meglepő dolgokat is, amikor nagyon brutál rallit csináltak, úgyhogy kijött Amerikában egy, itt beálltunk shortolni, aztán nagyon szép pluszban voltunk, tényleg múlt héten csomószor belefutottam olyanokba, hogy katasztrófa volt a múlt héten, elnézést kérek mindenkitől tényleg, de olyanok voltak, csak hogy mutassak egyet például, euró-dollár, ezt nézd meg, itt van például egy tökéletes H4-es engulfing gyertya, és az engulfing gyertyára csinál egy bikásat. Szóval ez a... Most mi van? Ezután megcsinál még egy medvéset, amit meg telibe tépéz. Igen. Ugye itt róluk beszélünk, hogy akkor ebben az esetben itt... Tehát elvezett volna az első. Itt ő, ez veszteség, ez meg jó. Az jó, igen. De közben Ez volt meg jó. Az a nagy zöld fölfelé, az meg egy veszteség. Az ma mennyit veszteség, mert ugye elejött alá, szóval ide tetted volna a stopját, valahova ide tetted volna a stopját így, ugye? Kicsit adsz neki egy kis levegőt, szóval nem teljesen rá. Az lehet, hogy megcsinálta volna a break-event ott, annak a lehet, igen. a is kell jönni. Akkor nullába kell hozni. Szóval a break-eventbe kell hozni, mert most is a DAX-ot kötöttem, azt már látod, készette, hogy készül menni tovább lefelé. Nézzük meg, hogy akkor mit csinált most a DAX, hogy akkor mi az, amire készül. Hát most lehet, hogy csak kicsit visszatöltött, de le kell törni ugye ezt a szintet. Úgyhogy ide neki be tudnánk tenni akár egy függő megbízást, amennyiben letöri ezt a szintet, és tudna jönni lefele. Nagyon ambivalensek a hírek most pillanat, mint múlt héten is. Az egyik, csak hogy mennyire elkezdett kavarogni az egész történet. Például múlt héten kijöttek a PMI adatok, és az egyik PMI, nézd meg, a manufacturing PMI az rosszabb lett, a service PMI meg jobb lett. Németeknél a manufacturing PMI nagyon nem lett a várakozások között, a service pedig sokkal jobb lett, mint várták. Szóval ilyen ambivalencia van, és ez látszik is a piacon, hogy tényleg nagyon, nagyon zizeg, nagyon-nagyon mozog, nagyon csapkod, és tényleg most mindent vidékre kell húzni máskülönben, ez teljesen megviccelés. Egy olyan valami, hogy tépéd lenne, lesz egy stopod, aztán megcsinálja a tépét. Szóval konkrétan ez történik most a piacon, ami iszonyatosan idegesítő, és ráadásul még sok pénzbe is kerül. Szóval most mindent igyekszünk be break-evenezni. Még egy érdekes dolgot hadd mondjak, ami történt tegnapi nap. A japán jennél volt egy nagyon komoly, itt van 156, ez április 25-e, 30-e, mi ez? H4-es. Már visszatöltött az egész, mert most valami nem az. Na, ez az. Szóval volt egy nagyon komoly intervenció. A japán jen felszólt egészen 160-ig a dollárral szemben, ugyanis nem változtattak alapkamatot, hanem megtartották 0,1%-nál. A piac azt mondta, hogy jó, hát a többiekhez képest, akkor gyengülhet tovább. És míg Japánban munkaszüneti nap volt, ugye, tegnapi nap, jól emlékszem? Tegnapi nap a japánok azok be voltak zárva, nem látom itt őket. Ja igen, ez a következő hét.
Itt van, japánok záró voltak tegnap, 29-én, és nem vallották be, de ez intervenció volt, szóval azért szóval elkezdték menni a japán jent. Ez konkrétan, kérlek szépen, 420 pip, és ez kb. 5 perc alatt, hogy nem mondjuk 5 perces csátra, látni fogod, hogy ez, nézd meg, ez 5 perc alatt történt egy ilyen. Ez 5 perc, ne legyen fél óra. Tessék, 400 pip, és utána megint. Tudom, mennyi tele volt ilyen szókákkal, de most a piac azon van, hogy most ez mehet még tovább longra, mert ugye a piac most az történik, mint ami a svájciaknál volt, emlékszel még, amikor bejelentették az euró fix árfolyamát. Most valami ilyesmi történik, hogy nem akarnak alapkamatot emelni, és próbálnak intervenálni, de a piac azt mondja, hogy gyerekek, hát ez... Igen, ez nem kell, ez nem így lesz, és mennek ellene. Na most, ami nehéz, próbál, nem küldtem jelnek, mert tényleg kiszedett. Szóval olyan, hogy beindulsz vele longra, és csinál egy 50-60 pipes leszúrást. Vagy itt megindul longra, és akkor csinál egy 220 pipes leszúrást. Szóval nem lehet ott hagyni, tényleg 170 pip, néz meg, 170 pipet leszúr, és akkor megint szépen húzzák vissza, azt megint hirtelen nyom egy ilyet, hogy 50 pip. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csapkod, és tényleg most küzdenek keményen a japán központi elnök. Per pillanat ez úgy néz ki, hogy ameddig ők nem fognak tényleg belenyúlni kicsit komolyabban, és haukisabbnak lenni, addig a piac az beállt ellenük, és itt csinált is amúgy egy ilyen nagyon csúnya engulfingot, csak mind a két oldalán óriási spike van, ugye azt jelenti, hogy az eladói meg a vételi erő is igencsak nagy volt, de per pillanat úgy néz ki, hogy tényleg itt az alapján döntenek, hogy tartjátok ilyen minimális szinten az alapkamatot, akkor köszönjük szépen, akkor ez nem, és a japánok is dobják, ez itt egy intermezzo. Jó? Szóval vissza a piachoz, ami most érdekes volt, hogy elkezdett pörögni az európai gazdaság is, növekvő kiskereskedelmi forgalmat, illetve növekvő GDP-t is kaptunk például a spanyoloktól. Szóval a tőzsdék azok igyekeznek ebben a szempontból ilyen adatok mellett longra menni, szóval továbbra is hullámoznának fölfele, csak közben jönnek olyan nagy löketek, amelyek kiszedik a szép trendjükből őket, mint például a mai CPI adat, és akkor csinálnak egy ilyen tüskét így lefele, aztán utána pedig megint, hát behoztuk break-evenbe, aztán meglátjuk, hogy most tudja folytatni, vagy sem, de tényleg megy a küzdés, hogy most longra menjünk, vagy ez az, szóval ilyen nagyon csapkodós, megindul shortra, és akkor hirtelen jön egy óriási rally, de úgy, hogy ez a semmiből. Szóval nincs, nem, ott nem is jött ki hír konkrétan, hanem a piac, és akkor fordul, mint hogyha jó, értettük, hogy akkor ez magasabb lett, jó, de mi szeretnénk menni tovább fölfele. Szóval lüktet továbbra is fölfele, viszont óriási mozzanatokkal. Itt nem tudom, ebből látsz-e valamit, hogy tudnám, hogy menni esetleg tovább, ez itt az S&P 500-as. Hát, messziről nézve, picik a gyertyák, tehát nincs forgalom, komoly forgalom, az egyik gyertya le, másik föl, egyik gyertya le, másik föl, abszolút tanástalanság, tehát ez padhelyzet, ilyenkor nem... M15-en ez így néz ki. Aha. Szóval ez a... nem tudják, hogy merre menjenek. Várják a következő löketet, ami majd megadja az irányt a piacnak, ugye már kijöttek az Európai Uniós adatok, az olasz GDP is jobb lett, a német GDP is jobb lett, mint a várt, szóval ezek negyedéves adatok. Akkor Angliából kaptunk money supply-t, a money supply ugye az a hogy mekkora mennyiségű pénz forgalom történik a GDP-ben náluk. Szóval megnézik, hogy mennyire forog a gazdaság, ugye a bankszektor és a úgymond az aktív piacgazdaság közötti forgalom, és hát ez növekedett 0,7 lett, és ez egy jó dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy náluk is elkezdett, megindult valami. Olyan híreket kapunk, hogy elkezdett Európa szépen lassan megindulni
fölfelé, míg múlt héten Amerikából mind a kettő PMI adat az meglepően rossz lett. Mind a kettő PMI adat, mind a manufacturing, mind pedig a service, az mind a kettő piros, tehát az előző szintekhez is visszaesett, nem csak a várakozásokhoz esett vissza, úgyhogy náluk ott volt egy ilyen megrecsenés. Erre realizott a piac, ezt nagyon szépen el tudtuk hozni, amúgy, hiszen ideje lenne alapkamatot vágni címszóval. Ausztráliában tudott növekedni a CPI, és a trimd is 3,5 lett, ennek köszönhetően az ausztrál dollár erősödni tudott. Nézzük meg egy ausztrál dollár például, azt mondja, hogy audúst, jó, és akkor itt van az audúst per pillanat, szóval ilyen csártyaink vannak. Ez is az a dollár erősödés, aztán hirtelen ugye ausztrál dollár erősödés következik, ami dollár gyengülés mellett, úgyhogy ilyen csak akkor ez a H4-es csárt, nem tudom, áttegyem-e H1-esre, és akkor abból látsz-e valamit, mert itt így menne longra, és csak például itt nézd meg, megcsinálni szép medvés engulfing gyertyát, és akkor azt mondja, hogy hát, gyerekek, itt long trend van amúgy by the way. Szóval hihetetlenül sok olyan mozzanatot csinál a piac, ami például a kileveknél most például átszúrja, vagy nem csinálja meg az engulfingot. Ez a szint, ahol éppen most van az ár, az nagy valószínűséggel egy kileve. Nézd meg, alulról meg van támadva többször, fölülről meg van támadva, most átvitte, de visszament hozzá. Oké, nézd, akkor ez itt azt mondod, hogy folytathatná a longos trendjét. Mert hogy a hullámot nézzük, ugye most ez kicsit megtört, mert itt volt az utolsó magasabb hullámvölgye, szóval itt most lehet, hogy megnyitasson egy ilyen megviccel, hogy tudod. Hát igen, ez előfordulhat. Elvileg érvényben egy short trend van, ugye? Most már igen, ugye itt tört meg. Igen. Oké, szóval viszont itt nagyon közel tudnánk tenni a stoppot hozzá. Ez 18 pip. Nézzük meg, hogy akkor mit csinált. Itt van. Aha, ez egy fontos szín, és csak ahogy mondod, ez fontos volt. Uh-huh. Ez a 0,6527, lehet, hogy a 0,65 65 30, nem, ez itt valahol itt van. Valahol itt van neki ez a 65 2 környék, ez a 65 fölötti szintekről, itt is a 6, lejött a 60 5,15-ig, szóval 65, az itt ez egy sáv, nézd. Uh-huh. Ez a 65 fölötti szinten ott megjelennek a velük, látod itt is, akkor most átlépte nagyon, az visszajött hozzá, és akkor azt mondta, hogy akkor tovább tud rabizni fölfele? Igen, nézzük vagy meg. Folytatódik a short trend. Vagy folytatódik a short trend, akkor ebben az esetben el tudunk rajta helyezni egy függő buy stopot. Igen, ez H4, menjek. Ez H4-es, H1-re átmegyek, igen. Igen, mert most kezd kialakulni ugye a korrekció. Amikor az elindul lefelé, akkor lehet betenni a várakozó megbízást, a leszúrás aljára, mint entry, ugye? Ide van ez a igen, igen, a stop az ott fönn van, ugye a korrekciónak a teteje. Igen, itt. Majd egész ha megcsinálja a korrekciót. Hát az sok. Nem sok, mert csak 20 pip, 24 pip. Odáig körül. Igen. Csak 24 pip. Igen. Indulásnak pedig én azt a nagy gyertyát venném, mert ez a kis csordogálás az még nem ez a trend, az még csak a előzenéje, intermezzo. Szóval, hogy folytatódhatna, igen. Akkor elvileg akkor technikailag az van érvény. Technikailag igen, majd Dow törvény megtört, most már kisebb hullám van, és ő szeretne innentől, akár jöhetne lefele. Ez itt az amerikai dollárral kapcsolatban az ausztrál dollár, ugye akikről jó adatokat kapunk. Az AUD/NZD-nél itt megvolt egy szép tépénk, ezt megcsinálta, az teljesen rendben volt. Igen, valahol, hol volt? Mi volt az az eszmény? Itt volt, és itt jött ki a CPI adat, visszatöltött, alávettünk, nézd meg, visszajött egész ide, és akkor még pénteken még le is zárta a pluszban, ez meg a hétfői nyitás. Ez az. Szóval hétfőn itt. Ez eszméletlen. Hétfőn itt nyitott, hát az ott akkori ár alatt 61, nem, 70, 70 pippel. Szóval ilyenek, érted? Szóval olyanok vannak most a piacon, hogy ez a igen, nézd meg a végét.
Le, föl. Igen. Egyforma gyertyák egymás Igen. mellett. Igen. Igen. Hát tanástalanok, mint egy kisközség ilyen szempontból. CHF-vel szemben viszont az ausztrál dollár az tud erősödni. Itt most per pillanat ez a heti adat, szóval azért látjuk, hogy azért itt van neki útja, ahova ő még mehet. Viszont vannak, ilyenek vannak, hogy így nagyon megindul le, érted, 120 pippet, és full visszatölt, ez az egész egy kanóc lesz, és teljesen visszatölti, aztán ralizik 250-et fölfele. Szóval ilyen, ez a megtöröm a dót, hát itt is mi volt, megtörte a dót, ugye már a full fölfele hullámzás megtört, mutatja, hogy ő tovább-tovább zakózna lefele, leszúl, és kilő, mint a rakéta. Szóval ilyen, tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon zavaró a mozgása. Viszont itt kettő eltérés van, ugyanis a svájciaknál a CP az csökken, náluk már volt is alapkamatvágás, míg Ausztráliában tudott növekedni, úgyhogy az Ausztráliában pedig esik, szóval itt amúgy a fundamentálisan további long trend van, szóval sokkal egyértelműbb történet, mint például az amerikai dollárral kapcsolatban, és itt nem tudom, látsz-e valamit, mert itt mint egy szinten lenne, ez nem, mint hogyha itt is egy, ahonnan most megállt, látod, itt ez a 60, 9, valami ilyesmi, hát ez a 0,59 környékén, nem, így talán így jobb lesz. Igen. Itt van egy 0,59 környékén van itt egy neki, akkor itt most ezt elhagyta, mint hogyha itt is kirajzolna, ez H4, nézzük meg H1-en, mit látunk. Igen, ez itt így rendesen áll, ez itt teljesen rendben van, és itt is van valami, beverte a fejét. Igen, mert ez Többször a, is, aha, háromszor. ez a 0,50, ez a 0,6. Szóval 0,6 környékén, és 0,59-53-nál van. Hogyha ide le tudna jönni, akkor itt lehet, hogy itt egy jó beszállókája lenne neki, és akkor tudnánk engedni tovább föl. De most per pillanat ebben a sávban két kilevel között mozog a 0,59 és a 0,6 között konkrétan, hogy akkor most ezt így mondjuk, vagy levonunk belőle valamilyen konzekvenciát. Fundamentálisan mehetne tovább fölfele. Itt már csinált is amúgy H1-esen egy longos engulfingot. Ez 11 pips, szóval nem túl nagy ez a baj vele. Hullámzásban elkezdett megindulni fölfele. 1,059, 55-nél van, és az 55-öt átvitte. Megnézem, jó, hogy mi az, amit tud, mert nekem ez itt, ez a hullámzás úgy néz ki, mintha én szeretne tovább folytatódni fölfele. Megnézzük azt, hogy akkor van-e most a svájci frankra valami a mai nap, holnapnak svájci frank a CHF-re jött ki, kof, rosszabb lett. Jó, az jó, mert ugye akkor tud gyengülni. Nincsen. CFA Bank Holiday, az is jó, akkor kisebb forgalmat generálnak. Out Commodity Prices, az biztos, hogy magasabb lesz. Out Building Approvals Goods, növekedést várnak, jó. CHF CPI, itt a 0,1-es növekedést várnak tőlük is, viszont ők már tényleg 2% alatt vannak, szóval mehetne tovább az alapkamatvágás a számukra, és más olyan dolog, ami ebbe beleszólhatna, az nincs. Amcsiból lenne ugye a non-farm payroll, tehát ugye se az ausztrál dollár, se a svájci frankot ez nem érinti. NFP-nk lesz, kérlek És szépen. lesz ezen a héten? NFP lesz ezen a héten, igen. Gyanús, ugye, mert szerintem van elteje, akkor Jó. közel van. Azt mondja, hogy view, navigátor, nem, position size kalkulátor, így, oké, bezárom, így, azt mondja, 49-39, te lehozom egész ide a hajzénkre, ahol a vonalunk van, megnézem, hogy akkor hova tudna ő menni tovább fölfele, mi az a, aha, itt már jó régóta nem bírta ő átvinni, itt így látszik naposba, hogy azért még mennyire nagy tere van neki emelkedni, szóval itt a 0,6-ot amint át tudja vinni, itt per pillanat megindultunk, a 0,6 fölött lesz megint egy beszálló, és utána ő
Ő akár, kérlek szépen, ki levelben valahova ide el tud jönni, nézd, itt ez. Ez a 061, majdnem a 062-ig, és ezt itt meg is csinálja többször, föl is le is, szóval onnantól kezdve, és ráadásul mostani sávban itt vagyunk. Igen, a 06 fölött az már egy többször megjárt történet lenne, de hogyha ide húzom a stoppunkat, na mondom, ide húzom a stoppunkat, ez alá a szint alá, ugye itt is megtalálta már, és ez, igen, ez itt van, így, a TP-t pedig fölteszem oda, amit ő meg tud csinálni elsősorban, ide, a 061 49, ugye igen, 061 20 30 44, valahova ide, igen, jó. És megnézzük, hogy mi az, amit tudunk, kérlek szépen 2%-kal, az 0,27, 500, hát ez nem egy valami nagy történet. Itt, hogyha bekockáztatok 500-at, akkor úgy már 0,43-mal lehet vele megindulni, és akkor még alá is tudunk majd még venni. Tudod, hogyha visszajön esetleg ide, akkor még alá tudunk venni. Természetesen, csak közben nem szedik ki egy valamilyen nagy ilyen lüktetés, de hát valahol meg kell határoznunk a stoppunkat, és itt ez a kill level, amit itt meghatároztunk, az 1,59, konkrétan az 5,59 környéke alatt vagyunk, 1,58-85-ön, igen, ugye itt ez egy ilyen történet, és ez a menet, meg úgy néz ki, hogy akkor ez ő tudna is menni fölfele. Ugye most alakítja ki a korrekciót, ugye most ő megindult, és akkor itt most elkezdett ő korrekciót Pontosan. kialakítani, és akkor utána mondja azt a fáma, hogy utána megvan a korrekció, hogy látjuk azt, hogy mennyivel tud ő még rallizni. Kisebb idősíkon ő itt még, hát már megtalálta, még H1-esen, igen, ő már itt próbálkozna menni fölfele. Ezt onnan tudom, hogy onnan látom, hogy megjelent egy gyors fordulat, hát tudod, kialakított egy dodge-it, utána kialakított egy longos engulfingot, lejönne, megint kifulladnak a medvék, és megint próbál ő menni tovább fölfele trend irányába. Én ezt 0,41-el egy ilyen kis lot mérete 0,41-el, és out CHF, így van, 0,41-el én ezt meg is fogom nyitni, és el is küldöm szignálba, oké. Azt mondja, hogy így. Ide húzzuk a TP-jét, és ide húzzuk a stopját. Jó, és hogy hogyan még el is tudunk helyezni rajta még egy függő megbízást. Nézni. Most nem akarja használni ezért a... Na. Nem akar megjelenni, ahonnan ki tudnám másolni. Tudod, mert most megy a Zoom, és akkor nem akarja ezt engedni, hogy kimásoljam. Lehet elküldöm mindjárt neki kizébe. Telefonról. Jó. Így né. Nagyon sokat tud menni még, nézd meg. Nagyon be tudott erősödni a svájci frankkal, az ausztrállal szemben. Igen. Chart. D1. És itt vagyunk. Itt így jobban látják, igen. És akkor azt mondom. Egy. Jó. Okay. Jó, kiküldtük, megvan a
Az üzenet. Jó, rendben, menjünk tovább, nézzük meg, hogy akkor mi lesz még a héten fundamentumok szempontjából. Azt mondja, hogy Japánból kijött a jobb housing starts, ami náluk még mindig mínusz 12%. Ez nagyon egyet, amit nagyon durván jelzi, mennyire csökken a japán nemzet. Ugye egyre kevesebb gyerek születik, még zsugorodásban vannak. Szóval itt náluk látható az, hogy mi lesz a jövőben, ugye nálunk, hogyha nagyon megindul a fejlődés, akkor mivel milyen problémák ütik fel a fejüket. Jó, amiket még most várunk Amerikából, Employment Cost Index, ugye azt mutatja, ez is CPI-jel van összekötve, hogy ez magasabb lesz, akkor tud erősödni a dollár, Chicago PMI fog kijönni, ez lehet, hogy rosszabb lesz az előző a múlt heti adatok alapján. Van egy consumer confidence, na most, hogyha ez is esett, akkor az meg nagyon szép lesz, mert akkor teljesen egyre több olyan súly van, ami a mérlegnek azon az oldalán van, ami a dollár gyengülésre ad jelet. Új-Zélandból kapunk EBNZ Financial Stability Reportot, employment change, unemployment rate adatokat, ugye munkaerőpiaci adatokat kapunk, azt mondja, hogy Kína bank holiday, Svájc bank holiday, Európa bank holiday, szóval nem fognak mozogni. Mindenhol. Május 1-e az a világon mindenhol. Így van. Szóval május 1-én nem lesz mozorgás a tőzsdéken. Viszont jön ki ADP non-farm employment, az AMCSIK, ők nyitva lesznek, ők dolgoznak akkor is. Annyira dolgoznak, hogy kamat döntésünk is lesz, kérlek szépen. Federal Funds Rate jön ki, amit meg fog előzni. Amit meg fog előzni a Final Manufacturing PMI és az ISM Manufacturing PMI. Majd jön egy JOLTS, Job Openings, ez egy nagyon érdekes történet, hogy mennyi szabad betöltetlen állás van Amerikában. Ezután jön majd tiszta amerikás, nézzük, csak USD adatokat kapunk folyamatosan. Crude Oil Inventories, ugye kőolajkészletek, és akkor Federal Funds Rate. És tényleg ez most annyira egyik elemzőt hallgató, de arról beszél, hogy lehet, hogy még emelni fog a Fed alapkamatot, utána válsz egy 10 percet, és a következő elemző meg arról beszél, hogy miért fog vágni alapkamatot a Fed még 2024-ben. Szóval ennyire nem egyértelműek az adatok, amik most kijönnek a piacra. Utána Japán jön megint monetary base-zel, meg monetary policy minutes-zel. Hát ideje lenne nekik azért belehúzni a nadrág szíve, mert így agyonverik őket per pillanat. Ráadásul tényleg csoda, hogy eddig tartotta magát ilyen szinten, mert jó adatok jönnek ide, a piacot per pillanat nem az érdekli, hogy most tényleg jól pörög, elkezdett náluk szépen alakulni a gazdaság. Még a CPI is tölt egy kicsikét növekedni, de hogyha az alapkamatot ilyen nulla környékén tartják, akkor az a piacot nem érdekli, és beálltak ellenük keményen. Úgyhogy most ez egy komoly fájt lesz, mert lehet, hogy rá lesznek kényszerülve, hogy jóval megemeljék az alapkamatot olyan szintre, amit nem szeretnének. Jó, akkor jön ki Európából csütörtökön, május 2-án PMI adatok, ilyen ugye final, amit a múlt héten kaptunk, azoknak az utánszámolt és már végleges adatait kaphatjuk majd meg. Akkor Bank of Canada-tól McLean fog beszélni, utána Japán zárva is van megint pénteken, szóval két nap van zárva ma ezen a héten Japán, ezért pedig lent kérlek szépen a Japanese Banks Open on the Constitution Day, az alkotmány napját ünneplik, ugye mi magyarul ezt alaptörvénynek, hogy hívjuk, ugye. Jó, azt mondja, hogy péntek, pedig megint egy banzáj, szóval megint jön egy újabb geller a piacba, jön ki a munkabérek, ugye órabéreknek a változása,
akkor az unemployment rate, és egy final service PMI, meg ISM service PMI, előtte pedig egy fél órával pedig a non-farm payroll és az unemployment rate, úgyhogy NFP lesz mozgás bőven. Lesz mozgás bőven a piacon, úgyhogy lehet, hogy egyszer-kétszer be is tudjuk dobni az event menedzsert. Apropó, akik már minden nap, hál' Istennek, 20-30-al többen vagyunk. Köszönjük szépen, hogy követtek minket, és odafigyeltek a piacra. Az event menedzserről egy pár dolgot, akik még nem tudják, hogy mi ez, légy szíves, mondj nekik, hogy ez megtalálható itt a kereskedés, robotok és event menedzser alatt, hogy mi az, ami változás történt, illetve mi is ez. Most. Hát gyakorlatilag túl nagy változás nincsen. Attól függ, hogy mihez képest, ugye persze a fél évvel ezelőttihez képest van, ugye 2,51-es. Gyakorlatilag arról van szó, hogy 5 másodperccel a hír kijötte előtt, ő betesz két darab várakozó megbízást, egy bár stopot, meg egy szer stopot, egyik a másiknak a stopja is egyébként, és akkor valamelyik irányban várhatóan a piac ugye elviszi a vállalkozó megbízást. Az az ideális eset, hogyha, hát sőt, olyan is előfordult már, hogy elindult fölfelé, ott nyertünk valamennyit, aztán elindult lefelé, ott meg dupla annyival száll be az ellenkező oldalon, és azt is sikerült megnyerni, úgyhogy az a abszolút legjobb szituáció. Nyilvánvalóan az abszolút legrosszabb, az meg az, hogyha mind a kettőt elveszteni. De az 20-ból egyszer fordul elő. Szóval általában azért egy irányba elmegy, ha el tudjuk kapni, meg a gépet tudja kapni, főleg ugye a broker szerverét, akkor azért mindegyiken, mint te menni, a 200 és 500 dollár között simán ki lehet hozni belőle. Ami meg a jó dolog, hogy nem kell hozzá óriási számla, szóval ezt lehet kisebb számlával is kereskedni. Most keményen fájtolunk amúgy a Comarket-szel, meg az FSK-el, hogy kapjunk jobb kondíciókat, ugyanis látványosan megromlottak a kereskedési, hogy is mondjam, körülmények, úgyhogy rajta vagyunk, itt most van itt ugye közben, ez itt elkezdett kereskedni, és akkor kijött a hír, és hirtelen be is köti ez itt a szelt konkrétan. Még tartja a longot is, amíg bent van a báj, amit látom. Igen. Ugye még az, amikor el kell érnie egy szintet, hogy kiszedje. Igen, valószínűleg 35-40%. Hát még egy picit. Amikor brékre húzza. Ugye, amikor brékre húzza, akkor onnantól kezdve ki is fogja szedni a longot. És még megy is utána. És még követés, paf. Jó? Igen, meg is történt. És itt már, ez már brékre is lett húzva. Sőt, elindul utána. Elindul utána, így van. Szóval most már követi a stop. Dinamikus trading stopunk van, ez egyedülálló, ilyen nincsen máshol. Szóval nem fix távolságra követi, hanem állandóan szűkül, ahogy követ, közeledik a TP-hez, ugye? Igen. Szóval a TP-hez képest ugyanakkor a távolság a TP és az árfolyam között, és a TP és az árfolyam, illetve az árfolyam és a stop loss között. Igen. Szóval vagy stop lesz pluszban, vagy TP. Egy-két felkevesebb mínusz például. Ugye már nagyon a végén zárja be a tényleg. Most zárja. Kész. Ennyi. És még megy, amúgy még megy tovább. Jó, szóval amikor ilyen nagyon durva hírek jönnek ki, mint például egy NFP, akkor érdemes használni az event menedzsert. Ezen a héten több alkalmunk is lesz. Ugye egyrészt lesz egy kamatdöntésünk Amerikából, azt mondja, hogy szerdán, ugye? Szóval május 1-ére ők durrantanak nekünk egy alapkamatdöntést. Most 5,5%-on van, hát most ez úgy néz ki, hogy az itt is marad. Egy nagy meglepetés lenne. Igen, akkor lenne óriási. Az nagy lepetés. Ugrás, igen. Ez a nagyon hogyha vagy megemelnék, vagy ez a tényleg most senki nem várja azt, hogy ez most hozzányúljanak, hogyha hozzányúlnak is megemelik például, na az egy nagyon komoly löketet adhat a piacnak, és akkor egy irány is lesz akkor onnantól kezdve egy jó ideig, amit lehet ütni, vágni.
Úgyhogy fundamentumok szempontjából ennyi. Amit még megemlítenénk, az az, hogy feljöttök a weboldalunkra, akkor láthatjátok a webinárt, itt van a webinár a főoldalon. Részvénykereskedés webinárt tartunk május 30-án, szóval konkrétan most már egy hónap múlva. Úgyhogy lehet jelentkezni, itt pedig a Renko robotot tudjátok megszerezni, ami pedig működik természetesen Forexen is, sőt itt is, amúgy a részvénykereskedésnél is, inkább az indexekhez, igen, az indexek kereskedéséhez ajánlatos, és azt is fogjuk amúgy konkrétan bemutatni, hogy akkor mi merre hány méter, közben már fel is jött pluszba a nyitás köré a kis svájci frank ausztrál dollárunk, úgyhogy reméljük ez is megindul szépen a TP felé továbbra is per pillanat. Itt így jól állunk, úgyhogy gyertek, küldtünk e-mailt is, ugye most, hogy gyertek, jelentkezzetek, itt 500 főig itt beférünk, úgyhogy érdekes lesz, mert nagyon sok olyan izgi volt, hogy mit tudom, például betaláltak a szemináron is ott, hogy mi van a Teslával. Na, hogy nincs olyan nagy baj, mint aminek látszik, úgyhogy mondom, én alá is vásároltam. Azt nézem, milyen szépen meg is tudott indulni. Úgyhogy most a Yahoo Finance-re rámegyünk, akkor ott lesz, hogy a topok között ki fogja dobni a Teslát is. Itt vagyunk, már visszajöttünk 200 dollár környékére. Egy ilyet csinál, képzeld el, ezt nézd meg, figyelj. Ráteszem mondjuk itt így egy hónap, legyen kicsit több, mondjuk egy év, így. És akkor csinált egy ilyet az úriember, hogy lejött így 100-150 környékére, és akkor most így balabum, rallé. Úgyhogy tényleg, aki Teslás, igen, csökkentek értékesítésben, vágták az autóknak a zárát, szeretnél, hogy versenyképesebbek legyenek, de nem annyira vészes az adat, mint amennyire ez tűnik. Szóval tényleg azért igyekszenek, és azért, szóval Muskról beszélünk, mindig vannak olyan dolgok, amivel így előjön, hogy csinálok még két ilyen kisebb autót, amivel fog menni, és akkor pá, oké, dur. És akkor mehet a történet. Azt meg azért még tegyük hozzá, hogy a Tesla egy olyan cég, amely éveken keresztül veszteséges volt. Éveken keresztül, most kezdtem 2020-21-ben léptek át abba, hogy profitosak. Évesben talán még látszik, és 2020-ban volt az első, amikor át tudtak menni pluszba. De látszik, hogy a bevétel az milyen szépen növekszik. Természetesen a nettó nyereség az úgy az a kék, az nem annyi amennyi, de azért itt van egy nagyon szép tendencia, amit láthatunk. Hát most ebben az évben lehet, hogy egy picit kisebb lesz, nem biztos, még az év elejénél vagyunk, de tényleg jöhetnek olyan dolgok, amiket át tud hozni. A kínai piacon most a kínaiak jóformán egymással vannak elfoglalva, mert egymás után jönnek a különböző új márkák, tehát gyakorlatilag egy ilyen bel terjes harc van közöttük, amit esetleg a Tesla valami új dologgal ki tudna használni. Hát igen, egyrészt a kínai piac az természetesen az nagyon fontos, de Kínában azért tényleg nagyon szépeket csinálnak, ez a BYD, meg a NIO is nagyon szépen dolgoznak. Meglátjuk, mert most azért látszik az is, hogy kezd szeparálódni a történet, ez a geopolitika és a gondolkodásmód, meg a megközelítés az egész világnak az teljesen más Kína szempontjából. Kína kijelentette, hogy ők szeretnének a világ urai lenni, úgymond, ők lennének a pólus, ugye itt Amerikával szemben, úgyhogy ugye mióta a Szovjetunió szétesett, hogy abban a bipoláris világból, amikor megvolt a kommunizmus, vagy a szocializmus és a kapitalizmus, ugye a amerikai államok személyében, az elkezdett csak a Amerika alá beállni az egész világ, és most ugye Kína kifelzárkózott olyan szinten, de jönnek fölfelé az indiaiak is, úgyhogy nagyon nagy fejlődési ralli van. Természetesen
ezt valahogy kezelni kell, és most látszik az, hogy mindenki már igyekszik, hogy nem kiszervezni mindent Kínába, és mindent Kínába gyártani, hanem már igyekeznek Igen. A hazahozni. függőségeket Így van. megszüntetni, igen. Így van. Igyekeznek hazahozni, és otthon is például láttam egy olyat, hogy ilyen, tudom, mágnes kell ahhoz, hogy az elektromos autók működjenek. És mágnes előállításban ilyen gyárak, amelyek állandó mágneseket hoznak létre, vagy bányásznak konkrétan, az 90 plusz százalékban Kínából történik. Szóval a BMW meg a Mercedes is a Kínából importáltat hozzák, és most valahol ott a Baltikumban találtak, nem tudom, Észtországban talán, egy olyat, amivel az EU a saját magát ki tudja szolgálni. Szóval most kicsit elkezdtek odafigyelni arra, hogy hát nem baj az, hogyha a berkeinken belül is odafigyelünk a dolgokra, úgyhogy hajrá, európai gazdaság, azt közötte ugye természetesen, hogyha már erről van szó, akkor inkább a Teslát fogják tolni Amerikában is, meg Európában is, mint például a kínaiakat, mert ez egy nagyon kemény versengés, hiszen mögöttük azért ott van az állam. Szóval ez nem egy fair dolog, amikor te Abszolút nem. saját magadnak csinálod a kutatásfejlesztést, és állod a cechet, vagy kapsz egy bankszámlát, amiből annyit próbálgatsz meg, annyit költesz, amennyit, vagy sőt, ott még izé is van náluk ilyen fake értékesítés. Szóval legyártják az autókat, de nem tudják eladni, és tízezrével állnak ilyen nagy parkokban Kínába. Csak azért, hogy mutassák a számokat. Szóval azért nem minden úgy van, ahogy azt ők mutatják, Kínáról beszélünk, mert vannak ilyen érdekességek, amikor ugye ezek nem nagyon szivárognak ki, mert gyorsan el is tűnnek ugye az sem szivárgott ki, hogy óriási lázadások voltak ott Kínában, a bankok előtt az emberek tüntettek tömegével, hiszen az ingatlan befektetésük az úgy, ahogy van, pucs kategória, mert majd várd meg a sorod, és elterjedt náluk az, hogy akkor inkább veszünk aranyat, amúgy is szeretik az aranyat, és az egyik ilyen, ugye az aranyra, nézzük meg az aranyat, kérlek szépen, hogy mi a helyzet, na már 4 euróban vagyunk, már tudunk venni egy frappét belőle. Azt mondja, hogy az arany, szóval úsdot keressük, valahol ide tette be nekem, nem tudom, itt van a szaúst. Igen. Na, mennyi kereskedés van rajta. Azt mondja, így néz, és csak. Most próbálja lejött, mert ráviszem a H4-re, és akkor látszani fog, hogy mi történik. Itt most elértünk egy olyan kilevelt, itt van egy sávja, amiben pattog. Konkrétan ez, ahol most van, és csak ez a... Most rányítok egy kicsit Kicsit jobban. lejjebb ilyen. Rámegyek H1-re, így, és akkor itt van egy ilyen, itt van egy sáv, ami között pattog, akkor itt van a következő ilyen sáv, ami látod, alul fölül, szóval az az 50-es, 30, és a 10 kicsit feljebb, igen, ezt mondod így, ugye? Hogy ez most töri lefele amúgy ezt a 10-est per pillanat, és lehet, hogy érdemes lenne tennünk egy stoppot ide fölé, ez 12 dollár, nem 12, innen nézve, ahol most vagyunk, ez csak 9 dollár, hogyha ezt letöri, akkor tudna menni tovább? Mit gondolsz? Nekem ezzel az a gondom, hogy már túl hosszú a korrekció előtti rész. Tehát ilyen későn korrekció, az lehet, hogy nem is korrekció. És lejöhet ide 2290-ig ebben az esetben. Na most ebből a sávból látod olyan, hogy így megindul, látod? Így letöri a szintet, ugye erről a szintről beszélünk, ahol most van per pillanat, ez a 10-es környéke, ugye? Letöri, és így visszahúzzák nagyon gyorsan. De most, én most rápróbálok egyet, mert ez, nekem nagyon tetszik ez a kis letörés, ugye megvan az U betűnk, hogy tovább folytatná, viszont ezt a 10-es neki le kell törnie, hogy akkor ebből legyen valami, és én egy függő megbízást tennék be. Azt mondja, hogy ez 9 dollár van, az 900, aki 0,7-tel tudunk dolgozni, 0, akkor csináljuk meg profin, és akkor van élő kereskedés is, az emberek látják, hogy akkor mi hogyan történik. Tegyünk be egy position size kalkulátort, oké. Átadjam neked, és akkor megbeteszed.
Nézd, tedd be te, mert nekem ezzel az a gondom, hogy az a rész, ez túl hosszú már ahhoz, hogy korrekció nélkül legyen. Ez már túl későn van, ez már nem hiszem, hogy annak a trendnek lenne a korrekciója. Jó, oké, rendben. Ráadásul a képernyő Figyelj, korrekciót tudjuk így. H4-esbe így néz ki, D1-esbe így néz ki. Szóval D1-esbe majdnem engulfingot rajzol per Igen. pillanat. Itt van egy nagy mendős engulfing, ami még mindig él, még mindig nem csinálta meg. Szóval, hogyha letöri ezt a szintet, akkor ő mehetne tovább lefele, de ezt a tízest, ezt neki ki kéne gyilkolni a keményebben, és akkor tudna jönni lejjebb. Na most itt vagyunk, hogy akkor egy függő megbízást teszünk be, hogy nem instantot, hanem pendinget. Annak a stopja az ide kerülne a szint fölé. Nézzük meg, H1-esen látszik az a pukli. Oda, Így, ugye? igen. Ide tennénk a stopját tettem, vagy nem a stopját tettem, de hol a stopja? Ami mellé ki van írva az R. Nem egyáltalán kicsi van. Igen. Be. Stoplossz 219, ő a stoplossz. Igen, csak nem írja. De jöjjön. Jó, Ja, az állat, az állat igen. nem jelent meg mellett ez a kis szám. Igen, 210, akkor 220 fölé teszem egy picivel, nem? Így, itt van a nyitásunk, az entry, az pedig, Instantan vagy azért, mint az hozzá. ja, akkor átváltott. Így, az entry az pedig legyen alatta, igen. Kettő, igen, ezt döfje le. Mire beteszem, addig ledöfi. Ide teszem a stopját, ugye itt volt a stopja, kettő 20. Ide teszünk egy 500-ast. 500. Jó, az 0,4. Figyelj, ez letöri, nézd meg. Én ezt bekötöm egészbe. 0,5-tel. 0,5. Beteszem, hogy sell. És beteszem ide a stopot fölé, ez itt 500 dodo, igen, nagyon jó, 500 dodo, és jöhetünk egészen ugyebár ide ehhez a szinthez, Így van. ugye? És akkor így, ezt is beküldöm gyorsan, itt nem tudom kimásolni. Jó, oké. Család. És mondja, hogy itt így, H1. Jó, igen. Igen, így. És akkor ezt is elküldjük. Jó. Oké. Okay. Azt meglátjuk, hogy tényleg csak megtévesztett minket, és akkor csak lejött erre a szintre, és akkor megindul majd föl. Aztán ugye onnantól kezdve megdőlt a duelmélet is, de az ilyen mozgások azok, amelyeket kisebb idősíkon, M5-ösön, M1-esen nagyon keményen végig lehet amúgy dózerolni. Szóval ez az, amit most gyakorlok, hogy akkor mit, hogyan tudunk összekötni, és tényleg meg lesz majd hogy mondjam, az eredmény, hogy akkor mire figyeljünk oda. Itt is néznek, hogyha most megnézzük, ugye szépen hullámzik, és itt is lejön, csinál egy engulfing gyertyákat, itt is megcsinálgatja. Itt volt még, látod, itt még vásárolták innen, hirtelen jött egy nagyobb löket, ami leszúrt alá, és meglátjuk, hogy akkor tényleg ez a löket ez meg tud-e maradni, vagy jönnek a bikák, aztán szétszednek minket. Per pillanat, itt ugye itt jön egy csúcs, úgyhogy ő még itt leszeretne jönni még legalább 2,8-at, amivel ez a szint ez elesik konkrétan. Azt meglátjuk, hogy ez a D1-es engulfing ez tovább tud-e épülni, illetve adtunk-e neki megfelelő levegőt, mert amúgy megtudod, hogy ide föl kéne tenni a stoppot. Nem, elvileg az, ha az korrekciónak nézed, akkor a korrekciót te teljesen. Úgyhogy ennyi, ott van az előző hullám tetején. Mondjuk onnantól kezdve megdől a dobálmélet, és mind kisebb, mind nagyobb idősíkon, és akkor az egész az konkrétan már nem tartható, és itt ráadásul amilyeneket tud rallizni, nem is szabad beleállni, hogy akkor majd még rákötsz meg
meg ilyenek. Jó? Na, úgyhogy volt itt kettő élő kötésünk is, az arany, illetve az Aud CHF. Itt is nézem, milyen szépen ezzel megcsinálta ezért a kis dodgyját, kényeztek, és akkor most szépen ide igyekszik menni majd az irányába. Jó. No, szóval Tesláztunk is, alapról is, az Investiumról is beszéltünk, ami hamarosan már elérhető válik több magyar bankban is, úgyhogy rajta vagyunk, illetve a következő olyan, ahol együtt tudunk kicsit elemezgetni, és tudunk dolgozni tovább a hosszabb távú kereskedések szempontjából a részvény kereskedés webináron május 30-án lesz. Még talán annyit, hogy hát már most már a prognózis sokkal eléggé óvatosan kell bánni, hogy ma küldöm vissza a könyvnek az abszolút végletes verzióját, ami azt jelenti, hogy egy-két héten belül már esetleg az üzletekbe is lehet. Így van, így fog, Ez a így fog borító, kinézni, igen. ugye? Így kinyitva a borító, igen, a fül szöveggel Ez, együtt, de azt még be kell hajtani. Ez az előlap, ez Igen, meg a hátlap még. ez meg a behajtós része. Behajtós, igen. Út a milliókhoz. Úgyhogy több érdekesség is lesz benne, ilyen kis szikreteket elhintettél. De robotokról is? Arról is lesz, igen. Úgyhogy aki pedig szereti, az meg mindenféleképpen. A hama, ez a coming soon. Igen. Coming soon. Igen. Jó, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Szevasztok, a trend legyen velünk. Viszontlátásra. Ciao, sziasztok, trend legyen velünk.